Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Ritkán mond ilyet az ember, de jobb lett volna, hogyha erre a beszélgetésre nem kerül sor. De hát az élet így alakította, illetve tulajdonképpen beszélgethettünk volna Vladan Maticsal, mert hogy vele töltjük el ezt a következő fél órát, csak hát jobb lett volna arról beszélgetni, hogy milyen jó kis csapat ez a Tatabánya, és milyen jó eredmények vannak. Ezzel szemben más a helyzet. Mátke már nem vagy a Tatabánya edzője, és mi arról beszélgettünk itt több fórumon is Attilával, hogy ez mennyire volt váratlan nekünk kívülállóknak benned, de ez mióta érett ez a döntés, hogy lehet, hogy ezt nem kéne folytatni. Sziasztok! Hát ez már régen van a fejemben ez a döntés, tulajdonképpen ilyen 2 év ezelőtti, amikor indultunk kicsit lefele indult összes, amit építettünk 5 év alatt, ami fölfele mentünk, ez nagyon szép volt, meses volt, de akkor jött egy nagyon nagy változás, amiről senki nem akar beszélgetni nyilvánosan, persze én se, nem vagyok hülye annyira, ami voltam régen, és akkor nagyon lefele indultunk. Nagyon lefele indultunk, onnantól kezdtünk improvizálni, és tudjátok ti is, van egy ilyen szép tervezés, és ez az én véleménye, ilyen kézilabda klubnak, de gondolom többi sportegyesület, ez nagyon fontos egy terv, egy szisztéma, egy kiválasztás, selejtező, kit hozunk, milyen poszton, mit szeretünk keresíteni, milyen irányba szeretünk menni. Nálunk ez nem volt az utolsó 2 év. Nálunk káosz volt, improvizációt, össze-vissza összeraktunk a csapatok, csak maradjunk az életbe. És soha nem fogok felejteni ezt a Attila, amit mondta, hogy a Matke mindig mondja, hogy a nekünk ez a haba tortán lenne. Én kicsit ilyen, mint a kézilabda az edző, persze, hogy edzőnök a pszichológus is kell lenni. És akkor mindig megpróbálom levenni a nyomás a játékosokról, mert én dolgozok velünk, tudom milyen szintű, mit tudnak, és akkor így próbáltam levenni rólunk a nyomás, hogy minden, tudom mit hiányzik, milyen körülbelül milyen erősen képviseltünk, és csak szeretem levenni rólunk a nyomás, és a próbáljunk minden jobb eredmény elérni. Ez volt az Attila, amikor emlékszel, amikor mondta, hogy Matke mindig mondja, hogy ez csak haba tortja. Persze, jövőre már nem lenne ilyen, és tervem így volt, hogy valahol ezt az év kibírom, mert tudunk, hogy a jövőre picit, nem sok, de minden év lépésről lépésre egy ilyen kicsit jobb utóképes csapat tudunk összerakni. Mert őszintén megmondom, 3 év ezelőtt, mikor majdnem EHF Final Four-os lettünk, ott voltunk a csúcson, onnantól jött a koncepcióváltás, és onnantól lefele ment minden. Igazából ez nem is koncepcióváltás volt, hanem pénz eltűnt a rendszerből. Valójában az volt a fő probléma, nem? Tehát, hogy azokat a játékosokat, akiket oda vittetek, és volt egy terv, hogy hogyan lesznek egymásra építve, különösen a fiatalok, kiegészítve azokkal a külföldi jó játékosokkal, akik ott voltak, és itt a pénzügyi háttérnek a hiánya miatt ezekből ki kellett venni tégla darabokat. Tehát mikor fölépítesz egy falat, és akkor néha kizúzgálsz belőle, akkor előbb-utóbb azért rossz helyen húzott ki, és akkor összeomlik, és egy picit én most ezt így érzem, hogy annyi tégla esett ki ebbe az elmúlt 2 évben a csapatból, hogy most egyszerre az egész fal beomlott, és talán az itt a nehézség, hogy már így a külső szemlélő számára, hogy ezek a bronzérmek az utolsó 2 évben is egy picit eltakarták azt a problémát, ami volt, és azt gondolták az emberek kívülről, hogy hát Tatabánya az még mindig ott van azon a szinten, nem tudja megverni most már a Veszprémet, de hát azért a többit veri. És közben ez már nem volt igazán valós, hanem egy végülis egy bravúrral sikerült megtartani ezt a helyet, vagy úgy is mondom, hogy egy picit a többiek a Tatabánya mögött keresztbe kasulverték egymást, és akkor ebben
néhány jó, okos mérkőzéssel meg lehetett csípni ezt a pozíciót, viszont az Európa kupában ugye már tavaly is, hát ott már nem volt pardon, mert ott azok a hibák, azok a hiányosságok, ott azok készpénzbe fizettek, és hát idén most meglátjuk, hogy mennyire messzere került a csapat a nemzetközi szinttől. Egyetértek veled, Ati, figyelj, tavaly ti nem tudjátok képzelni, milyen volt, mikor elmész egész Európa keresztül buszozás, például egy Gudme fele, Dánia fele elmész, 40 óra utazol, egy nap, következő nap, és ott vagy a meccs előtt. És majdnem, ott nagyon vezetsz, 57. perc vezetsz egy Gudme ellen, direkt a 40 óra buszozás után, és mindenki, és két nap pedig látjuk most, hol a Gudme, milyen szint képviseli. Hogy elmész egy macedon csoporthoz, ott játszunk két meccs, saját maga elad, hihetetlen nehéz helyzet volt. Most például mindenkiről beszéljünk a Sipi, meg a Feciről. Oké, tudunk mi, milyen a Sipi most szintű védőjátékos, szerintem Európa szintű három top védőjátékos most. Ugyanaz a Feci, mint, de például a Debreceni Dávidról nem is beszélgetünk. Egy Debreceni Dávid, aki ide jött Tatabányát tanulni, fejlődni, egy év itt volt, és akkor jött egy ajánlat a Fraditól, 3 év szerződés. És mikor kicsit már beéleszkedett, amikor megtanulta a rendszer, mondta Zimi, Matke, mi legyen, mert kaptam az ajánlat. És mit mondta Zimi, mit tud mondani? Dávid, menj, mert itt nem tudom, mi lesz. És ilyen csapot is raktunk április-május, hogy ez volt a kérdés, hogy létezni fogunk egyáltalán. Hogy versenyezni fogunk NBA 1-be. És akkor, amit te is mondtad, Európa ez utolsó két év, amióta volt ez a változás, ez nagyon... De mi ez nagyon a... Mind másodszor, bocsánat, mondod ezt a változást. Kívülállóként én is csak azt láttam, amit Attila mondott, hogy kvázi elfogyott a pénz. Mert ugye ott a fizetések sem mentek egy darabig. Nagyon, nagyon keveset beszéltetek erről, nagyon minimális volt a kommunikáció, de azért lehetett tudni, hogy valami nincs rendben. De ezen kívül volt más változás is? Hát figyelj, keretváltozás. Elmentek. Mondta Attila, főjátékos elmentek. És mi évről évre gyengebb, meg gyengebb, meg gyengebb. És amit én imádom az Zimit, ez egy ilyen nagyon jó ember, jó szívű ember, ismeri a kezilabdát. Marosi Laciról beszél. Marosi Laci, imádom, tisztelem, szerettem, együtt építettük őket mindent. Egyetlen, amit könyörögtöm egész idő alatt, most mondtam, Laci, csak menjünk kicsit kifele kommunikálni. De Matke, úgy néz ki, hogy mindenk sírjunk. Mondtam, nem sírjunk, csak igazat mond. Csak igazat szeretünk mondani, mert nem lesz jó. Mondtam, én leszek az első áldozat, és utána majd meglátjátok, mi lesz veletek is. És így is lesz. Mi történt a NECA elleni meccs után? Mitől csúrrad ki ez az utolsó csepp a pohárból? Mindjárt megmondom. Már nem a NECA, már Gyöngyös után. Gyöngyös után is már kivoltam teljesen. Gyöngyös meccs előtt is éreztem. Ez nem jó irányban meg. Egész felkészülés alatt nem tudtam összerakni ezt a belső védet. Megmondasz hiába neki, kerülj ki a beálló, ne vegyitek a keresztbe, moroljatok, csak próbáljte váltani a játékosok. Nem. Egy szloven, őszintén megmondom, én hoztam, ez egyetlen játékos, akit hoztam most, ez a szloven játékos. Zagrebből. BL tapasztalat, játszott, de nyers, de 24 éves. Ha mondtam, a Sipi mellett meg fog tanulni. Ugyanaz, mint a Debreceni Dávid. Idő kell, de nem lenne rossz. Ez nem lesz rossz. Ami történt, elvesztettünk a Sipi csak egy hét bajnokság felkészülésen. Ez is értem. Ugye, nagyobb, sokkal nagyobb klub, nagyobb a lehetőség. Tavaly nem engedtük a Meskó Brest fele, nem ment. Akkor könyörögtünk, marad Sipi, mert BL csoport keresik. Marad Sipi, maradta. Most jött a Veszprém, persze, hogy nem tudsz mondani neki, fiam, nem mész, mert tudom, engedtünk, de én tudtam, akkor mondtam, pont itt voltam itthon, itt, amikor csörög a telefon, és mondta,
Marosi Laci, hogy a figyelj, ezt a Sipinok el kell engednünk. Mondtam, jó, letöttem a telefon, és mondtam a feleségnek, ez nekem is, ez velem is lesz baj. Ez van, én nem fogok bírni ezt. Tehát a gyöngy, most megnéztem a gyöngyös meccset, szeptember 11-én játszottátok, kikaptatok 8 góllal, de hát igen, utána még rengeteg meccs volt, 1, 2, 3, 4, 5, utána még 6 meccs volt ezek szerint, hogy... Igen, a... utána nyertünk a... Egerben, meg a Kalászban. Egerben, de ez is szenvedés volt. Nem vagyok hülye, érzem én. Egy Eger, aki szerintem kicsit forma kívül is, neki is van, ők is szenvednek, mi is nyertünk. Jó, amikor tavaly is ott kikaptunk valami sokkal jobb állapotban, de nem vagyok hülye, minden nap edzésen vagyok, látom, mit csinálnak, mennyit tudnak. És ez. És már meg egy dolog szeretném mondani. Mindenki mondjuk, hogy a magyar válogatott játékosok álló tatabánya, mindenki. De most kontra kérdés, másik irány. Ki ez? Milyen szintű magyar válogatott játékos? A tatabányából valaki ezt, hogy nem akarok senkit megsértődni, de ez a kiegészítők játékosa válogatott. Ancsin Gabi, ki? Ők vezérek a pályát? Válogatott. Egyik se. Ancsin Gabi megy a, hogy hívják a kis... Máté Dominik. Mácsi, Győri Mácsi többször nincsen a keretben. Sunajko, fele, többen játszik a bokamető. Kornyák Peti kiesett. Ki? Lyukasz Adam sérült volt, már egy év nincsen a keret, Zsolti kiesett. Ez a magyar válogatott gerinc? Nem. Ez a segítő játékos. Nincsen. És még egy dolog. Mindenki, amikor Csoki meg én ott voltunk a válogatott élen, ennyit támadtak, kaptunk. Miért nem hívtunk ilyen olyan játékos? Miért Máté Dominik? Nézzetek, hol van Máté Dominik most. Nézzünk, hol van. Milyen szintű képviselő. És mi két hülye oda tettünk a magyar válogatott. És mennyi kritikát kaptunk. Ez is igaz. Hol van most a válogatott Császár Gabi, akit szeretem nagyon, hol van? Miért nem hívnak most? Csak még hülyek vagyunk, én hülye vagyok. Nem vagyok hülye, 35 év benne vagyok. 20 év játszottam, 15 év a szakmában vagyok. Hülye nem vagyok. Ennyi legalább tudok. Csak ez a baj, hogy Matkez mondja nyilvánosan. És többször visszakaptam itt a fejem. Most is. De mondjatok nekem egy magyar edző. Én saját magam tekintettem, mint magyar edző, aki az utolsó 10 vagy 15 év sikeresebb, mint én. Én nem látom. Férfi ágon, férfi vonal. Hát nem vagyok hülye, megértem egy bajnokság, meg egy kupa pik, egy Fradival, egy kieső Fradiból csináltam egy bronzermes céljéből, aki ott, most látunk, milyen a szlovén játékosok, ott a fiatal céljéből csináltam egy... Én most sehol nem olvastam olyan cikket, ahol téged bántottak volna. Sehol. Jó, még előtte bántottak. Előtte, most is, ami mondta az én feleségem, eddig mindig ez a taktika olyan, most, hát most játékosok hibások. Ennyit tudnak, higgyetek nekem. Lehet, hogy picit többet, de nagyon nagy kérdés lesz, hogy tudnak kiharcolni a következő év nemzetközi szereplés. Mert mondtam Marosinak, ha indulunk csak magyar bajnokság, lehet, hogy ha készüljünk minden ellenférre egy hét, hogy tudunk pihenni, hogy koncentrálni, videózni sokat, lehet, hogy ott vagyunk, ötödikek, ottodikak. De így, edzés nélkül, utazás, fáradtság, szűk keret. Hát Athéni meccs, még első hat játékos, amikor bementek a bemutató. Szóltam a gyúronok, aki 170 centi, mondtam, mennyi te is, itt van egy foci csoport jut tatabányába. 175 centi átlagos magas. Miről beszél? Olyan szűk keret, hogy hihetetlen. Ez akkor jön ez minden, tudod, egyben minden jön. Sérülések plusz-mínusz, ez benne van, de ez a vírus, ez valami, ne haragudjatok, Hosmen és Láz, ez fele csoport beles. És nem tudsz, hogy ki est. Győri Macsi például valami post-covid szindrom, nem is edzett. Jött a válogatottból, ott se edzett, két hét nem volt. Amit várom tőle, hogy vigyél a csoport, hogy? Megkérdeztetem, hogy a tegnapi meccset azt nézted? Nézd.
Ugyanaz a hibaklat. Tehát tudtál egy picit kívülről rátekinteni a csapatodra, hogy... Tudtam, látom minden. Figyelj, amikor mindig videózok meccs után, látom, mit csinálnak. Látom most. Ugyanaz a hibát. Bocsánat, visszatérem, ez az Andris, amit kérdezte a Neka meccs után. Ott is kibírtunk egy fél idő. Egy fél idő, kiváló játszottunk, kiváló. Nem rossz. Nyitó védekezés ellen. Ami Pásztor Pista tegnap is mondta, hogy nem oldottunk meg a nyitó védekezés. Ez nem igaz. Megoldottunk. Csak második fél idő Sottonyi tette hatos fal. És mi annyira kiveszte belőlünk ez az atinai meccs, utazás, csalódás, minden. Második fél idő hatos fal, nem tudtunk gól lőni kintről. Ez volt a gond. Én imádkozom, hogy marad a nyitó védekezés, mert a Juhász Adam megoldottunk. Készültünk pár akciót, de utána visszarogtak hatos fal, és akkor ez meg egy dolog, kapus. Mit? 5-6 védes. Persze, hogy nincsen védekezés előtt. De mit? Másik kapus kies, fáj a derekon egy hónap. Nem tudunk, mi van vele. Harmadik kapus, neve se tudom. Junior csoportból. Neve se tudom. Perenyi Márti. Térjünk vissza a Sporting meccsre. Engem is érdekel, hogy 7 évig edzetted ezt a csapatot, és most 7 év után ültél otthon a fotelben, és nézted, ahogy vergődnek, mert sajnos ez vergődés volt. Milyen érzések játszottak a meccsben? Nagyon nehéz. Nehéz volt. Néztem, ez a két szérbi játékvezető is kicsit, nem mondom, hogy nem volt se hozói pálya, se semmi, sőt, pár labdát ajándékoztak a Sportingnak is. De ez tudod, ez minden egybe, egyszerre megy minden, rossz forma, nem kapsz támogatást, minden, nincs önbizalom. Ez nekik a pszichikai fáradtság. Nem? Nézed az Ancsin Gabi, ki van facsarva teljes. És akkor, és ebből csak hibázik. Azt mondd meg, hogy te hogy vagy, mert a hivatalos kommunikáció az úgy szólt, hogy egészségügyi okokra hivatkozva váltottál. Igazából, hogy Attila is tud focizni, se tudom, utolsó 2-3 év, annyira szenvedek a csípő, de ez minden csípő probléma, stressz, minden. Például tavaly Goodman előtti meccs, elájultam a meccs előtt. Indultuk a meccsen, bejöttem a buszba, és csak csupa víz voltam, elájultam ott a Marosi, Laci, meg az Jaksi oda jöttek, hoztak a víz, meg minden. Tudom milyen, nem vagyok olyan edző, aki megy a munkát, megcsinálja, hazamegy, nem érdekel, hazaviszem a munkám. Gondolkozok, miért, hogy tudunk javítani, miért. De egyszerű, mondtam a Marosinak, Laci, nem tudok megoldani, hülyen nem vagyok. Egyetlen, amit tudtam megpróbálni, de nem volt idő, folyamatosan cseréljünk a játékosok, ilyen kicsit nyitó védekezés, ami próbáltunk neka ellen, ez sem ment, de ezt gyakorolni kell. De mit tudsz csak gyakorolni, mikor jön edzésen 10 játékos, összesen 10, ebből 4 vagy 5 ifistát, ami nem tudsz hozni. És ennyi. Őszintén megmondom, most, mikor nézem az a csapat, ha jövőre keret nézem, mit? 4, maximum 5 játékos vagytam volna. Maximum. Nem mondom neveket, 2 harmadik ez meg kell cserélni. Ha Európa szintű akarnak van. És most hogyan tovább már a neked? Mert a csapat az remélhetőleg talpra áll azért, és sikerül majd megerősíteni, és azért a tatabánya tudod, te ugyanolyan jól, mint én, hogy egy öreg bútordarab, és sokszor megbillentették már, de mindig talpra áll, tehát valahogy csak... De hogy? Hát hogy? Nem tudom, de... Hogy valaki meg fog tanítani ezt a 2-3-osok, én nem sikerült fél év alatt... Nem ezekkel a játékosokkal feltétlenül, de most így a klubrot mondom általában. De te neked mik a terveid, vagy hogy látod, hogy mindent kell, vagy más kéne csinálnod? Nincsen tervemet, szeretem.
Most jelentkeztem, hívtam ez az orvosot, az a dr. Bárdosot, hogy mikor tud vállalni, hogy egy csípő műtet, ez gyorsan lesz. Ez gyorsan lesz. Zimival megbeszéltem, nagyon korrekt volt, hogy a júniusig maradjunk így, ha hogy vagyunk. Csak nem vagyok ott. Hát szerintem utána keresnem kell valami másik lehetőség. Nem érzem, hogy nem kaptam vissza információt, hogy mondta, jó, Matke, menj most, de csak majd meglátjuk. De ezt se tudom, hogy tolasz most az edző, aki mondta, hogy oké, okay, itt leszek ott hónap, és utána jön vissza Matke. Ez nem logikus. Igen. Aki jön, biztos fog jönni 2-3 év, de nem lesz könnyű neki is. Hát az biztos, sőt. De ahogy hallom, te neked jól esett volna, hogyha felajánlják, hogy most tarts egy kis pihenőt, aztán gyere nagyon. Vissza. Nagyon. Na de nagyon, akkor hogy oldották volna meg a közbűső időszakot? Akkor maradt volna? Ez már nem tudom, ez már nem. Imádom őket, szeretem őket. Marosit látszik, Kontra Zsóti, Sibali Nyaka, mindenki a szurkolót, imádom. Úgy látom, hogy ők is engemet szeretnek. Nagyon, na figyelj, meses volt így. Meses. Csak jött ez a fránya. Anyagi gond, amit mondom, ami vezetősek nem tette semmi rosszat, hogy ilyen legyen. Minden meg volt tervezve. Csak puf, és ennyi. Én nem tudok mondani, hogy Marosi Laci is hibás, mert ilyen volt anyagi. Nem. Se én, se Marosi Laci. Csak amit nekem hiányozta, ezt a kommunikáció kifele. Csak én mindig sírtam. Mindig én mondtam az igazat. És mindig voltam fekete báre. Tudod, de ismerünk Marosi Laci, nagyon jó ember, nem akar, hogy másik tudok, mi van velünk, milyen, de ez ilyen az élet, muszáj megmondani, mert ha nem mondasz, akkor így jársz. Na most a sors igazi iróniája az, hogy az anyagi gondok közben megoldódtak. Vagy legalább. Ez az ember, tudod, mi történt velem? Elmegyek a benzinkúton tankolni, jöttek a, hát most, figyeljetek, most hozzatok a Bánhidi, hozzatok a Boldot most. Hát ez az emberek, azért mondtam, nincs, félreértenek. Ezt a MOL, ami jött most, ez nem kaptál most nagy pénzt, ez jelent csak kicsit stabilitás. Hogy a következő 2-3 év ennyi meg ennyi pénz lesz, akkor is nem olyan nagy összeg. De normális, hogy tudsz mondani játékosnak, figyelj, te hülye, gyere ide, kapsz szerződést, 2-3 év, próbáljunk ezt építeni. Ilyen játékos képzelem, mint az edző, nekem milyen irányító kell, gyors lábú, magos, alacsony, lövő, mit tudom, jagányátsz, aki csak erődemonstráció, vagy gyors lábú, akkor tudunk összerakni a csop. Így, hogy nyáron keresed, jó, most mi van a piacon? Ez olyan, mint ha elmész a piacon, friss zöldséget venni délután. Ha nem lesz. Csak ami maradott, ott pár darab ilyen, ami senki nem akar. Ilyen volt. Ez van. Matke, olvastam, hogy nem nagyon aludtál az utolsó két hónapban valami. Hát próbáltam mindent, próbáltam megvenni. Altató ez a, hogy hívják ez a természetési altató, elfeltem a nevet is. Próbáltam egy pálinkát se segített, semmi, mert ezt mondtam, hozzá vittem a munka, ez a baj, nem vagyok annyira, hogy mondtam, nem érdekel, de csinálom, nem érdekel, én benne vagyok, lelken, szívem, dolgozok szívből, sokszor nem kosználom a fejem, mert jobban jártam volna, de én ilyen vagyok, velem tiszta vagy, vagy fekete, vagy fehér. Ez van. De ne is változzál meg egyébként, mert így szeretünk, és azt hiszem, hogy az edzői munka az egy ilyen. Tehát elégetik egy picit magukat az edzők a munka közben, különösen, hogyha ha nehézségek vannak, meg hullámzás van, és főleg azok, akiket ugye nem rúgnak ki gyorsan, mert akit egy-két év alatt kicsapnak, az kevésbé ideges, mert jön a következő feladat. De szeretném kérdezni tőled. Ez a Flensburgot. Michael Makula megnyerte a bajnokságot, meg ilyen. És mennyi szenvednek ők is? Nagyon. Nem nyertek a BL-be. Ott a bajnokság után,
És mit csinált a vezetőség? Hosszabbította neki 5 év szerződést. Na de várj, most tisztázunk valamit. Téged elküldtek, vagy lemondtál? Ezt azért, lehet, hogy ezeket már kezdve. Közös. Olyan nincs, hogy közös, hát el. Őszinte. Hát jó, de mind a ketten egyszerre mentetek oda, a másik azért. Így volt. Így volt, jött a feci, jött a Maros, jött a Neka, amit kérdezett, a folyosot, nekem is már elegem volt. Ő látom, hogy ők is valamit változtatni kell, és akkor ott a 10 másodperc. Először én mondtam, mert a Zimi nem olyan, Maros nem olyan ember, hogy mondja, hey, figyelj. Csak mondta ő is, mennyi pihenni? Mennyi pihenni? Mondtam, megyek pihenni. Elegem van. Ennyi. De ez azt hiszem, hogy tényleg egy bős dolog volt már az egészséged szempontjából is. Egyetértek, most, mikor látom ezt, amit folyik, hogy játszanak, én nem tudtam változtatni semmi. De sok siker a következő edzőnök, mert úgy gondolom, itt a, nem tudok pontosan magyarul mondani, itt a nagyobb füst, mint a láng. Igen, az emberek nagyobb a füstje, mint a láng. Nagyobb a füstje, mint a láng, mert gondoljuk, hogy, és minden, bárhol megyünk, ő mondta, mindenki dicső, úgy tatabanya, és közben 150% nyomjak, mert tudjam, hogy nagyon vérzünk, 1000 sebből. És minden év lefele. Egyetlen egy edző, aki mondta, hogy a Dabasi edző, Tomori Győző mondta, se, utána a sajtóval mondta, ez a tatabanya, ez nem régi tatabanya. Ez. Azt mondta a pásztor, hogy ki kell kerülni a beállap. Hát tudom én 15 éve edző vagyok. Tudom, hogy kerülni ki, de ő mondasz neki, mutass a videó, fiam, figyelj, Atte meccs, ez a brazil irányító. Mondasz a hármas játékosnak, figyelj, jön a lövő csel test mellett, és megy kifele. 3-szor megy kifele. Egymás után. Mondasz neki, tegyi jobb láb, tegyi bol láb, teljesen mindegy. Megmutatod neki, hogy kell levedekeznie. Oda megy a meccsen, és nem tud megcsinálni. És mit csinálsz? Egy fehér orosz beálló, megy egy szlovén beálló. Most is mondom, nem az én dolgom, hogy beszéljük a pénzről. De olcsóbbok, mint a sip. 2. Ennyi. Nem lehet vezetni Trabant, vagy Opel, és Merci, vagy BMW-vel versenyez. Ez nehez. Ez Hamilton. Már Verstappen se tudja ezt csinálni. Nézd, hát 28 perccel ezelőtt sem gondoltam, hogy irigyésre méltó az edzők élete. Most meg végképp nem gondolom, úgyhogy tulajdonképpen megerősítettél mindabban, amit eddig is erről sejtettem, gondoltam, de nagyon egyetértek Attilával meg veled is, hogy semmi nem ér annyit, hogy az egészség rovására menjen, és tudom, hogy ez most fáj, és az ego, és 7 éved benne van, és szíved, lelked. Így van. De még mindig sokkal jobb tényleg, mint lefordulni a padról. Tehát, hogy... Így van. Meg egy apróság. Egré meccs után nem tudtam menni a sajtóra. Nyertünk. Annyira fájt a gyomrom, hogy azon a hozzá mentem. Azon. Nem tudtam. Belül. És igazán van a Marosinak, és köszönöm. Imádom őket, imádom, és minden jó kívánom nekik, de nagyon nehéz lesz neki. Nagyon. Iszonyatos nehéz. Csak kicsit kommunikálni kellett jobban. Semmi más. Minden esetre azt azért tudjad, hogy nagyon tisztelünk és szeretünk téged, a munkádat, amit elvégeztél ott. Nyilván nem magam nevében tudok nyilatkozni, de tudom, hogy sok ember ezt gondolja. Úgyhogy azért egy-két hét múlva szerintem, mikor egy picit nyugodtabb lesz a légkör, vagy úgy megnyugszol, hogy akkor ez van, akkor azért, ha visszagondolsz, akkor nyugodtan gondolhatsz arra, hogy azok, ami munkát elvégezti Tatabánya, meg a válogatottnál is, meg egyébként, amit Magyarországon csináltál, az szuper, és remélem, hogy látunk még valamelyik padon, bár jobb lenne, ha nem Magyarországon, mert az nekem nem nagyon lenne jó érzés, ha a Tatabánya ellen játszanál valamelyik klubba. Hát nem tudom, Mati, köszönöm szépen, nagyon jól esik ezt, amit mondott. Nagyon nehéz most, tudod, család, nem is voltam a családom, volt, család itt Szegeden volt most. Külföldön menni, vinni a gyerekek iskola, tudod, hogy nehéz, nagyon bonyolult. Nagyon bonyolult. Ezen most
mostani állapot, biztos, hogy jobb lesz mostani állapot, inkább kicsit egy idő, kicsit foglalkozom az utánpótlásba, fiatalokkal, kicsit megnyugszom, mert úgy gondolom, nagyon sokat tanultam ez a 15 év, amit dolgoztam, és nagyon sok, nem tudok összehasonlítani ez a matke, ami kezdett a pályafutáson, amit te nagyon segítetted nekem, mögöttem által ott is, nagyon jól emlékszem, és mostani ez, amit most van bennem, tudás, ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Ezt szeretném átadni valakinek. Én nem hiszem, hogy gond lesz a kérőkkel, tehát kérőid lesznek, biztos lehetsz benne. Mert most már hívnak a nagy menedzserek, kérdeznek, hogy milyen, de most először szeretném kicsit pihenni, drukolni a tatabányának, hogy kimásznak ezt a gödörből valahogy, mert nem érdemeltek meg, mert fantasztikus ez a fantasztikus hotív, ami ott voltam, ez nem lehet megmagyarázni, csak ez a fránya fél év, ez most már kicsit másfél év, de ez az utolsó fél, ez borgasztó volt. És nem vesztem össze senkivel, nem volt csúnya szóval, tehát semmi, csak ez a normális, mikor a csapatunk nem megy, vagy edző megy, ez a normális, csak nem vagyok biztos benne, hogy az én hiba. Ez a végszó mára, mert szerintem egyébként senki nem gondolja úgy, hogy ez a te hibád, vagy csak a te hibád, azt meg végképp nem. Köszönjük szépen, hogy ilyen őszintén beszélgettél velünk, és tényleg azt kívánjuk, hogy pihent ki magad, aztán új út erővel, akár fiatalokkal, akár felnőttekkel folytasd. Köszönjük szépen! Én köszönöm. Sziasztok!